Elkezdődött a lassú apadás folyóinkon, a hideg idő megtette hatását. Vásárosnamény fölött Tiszabecsnél intenzíven apad a Tisza. Az árhullám hétfőn Dombrádnál, ma Tiszabercelnél tetűzött. Itt komoly figyelőszolgálat működik, ilyen nagy vizek esetében gyakran fordul elő szivárgás, fakadóvíz. Ezeknek a jelenségeknek a kezelését végzik a munkatársaink, tehát van még tennivalónk most is. A Felső Tisza teljes területén belvízvédelmi készültség van, több mint 29 ezer hektárt borít víz. A legrosszabb a helyzet újfehér tóna Rákúci és Part utca között ma délelőtt vágtak át egy szakaszt, mert a kanális partfala több helyen megszakadt. Itt egymillió köbméter vizet kell átemelni a csatornán, hogy a város egyik frekventál területe élhető maradjon. Én arra próbálom rávenni az ingatlan tulajdonosokat, hogy elsődlegesen a fűtésüket tudják megoldani a lakásokban, tehát a szuterénekbe, pincékbe található kazánokat, Ami egyébként már több mint tízet eddig kértek, hogy, hogy segítsünk kiemelni a vízből, leszivattuk a vizet és átkötik gyakorlatilag a fűtésrendszerüket. Vannak utcák, ahol már nincs mit tenni, a lakosokat szinte teljesen elzárta a víz. A Levente utcán több ingatlanban már eddig ér a víz. Ennek a lakásnak a fiatal tulajdonosát, aki egyedül élt, szükséglakásba költöztette másfél hete az önkormányzat. Ő valószínűleg ott várja meg a tavaszt. Négy utcát zártak le a belvíz miatt újfehér tón az elmúlt másfél hétben, négyezer homokzsákot, több mint 200 köbméter homokot használtak fel. Az önkormányzat arra kéri még a lakosokat, hogy mivel a kertek felől törbe a víz, mentsék állatállományukat, hogy legalább abban ne keletkezzen kár.